A helyi identitás és a kohézió erősítése Lentiben című projekt részeként jött létre a mai közösségi fórum. Mi az elsődleges célja? A járványhelyzet megszűnése, mármint a veszélyhelyzet megszűnése után, ez az első olyan találkozásunk, amit tényleg szabadon találkozhat, mindenféle feltétel nélkül a közösség. Igazándiból a projektnek a szakmai témje ezen a találkozó mutatja be, hogy 2021-ben milyen tevékenységeket, milyen eseményeket tervezett ebbe a projektbe. A résztvevők pedig véleményt formálhatnak, illetve tehetnek hozzá, hogy mit szeretnének ezeken a programokon belül látni a közösség. Hozzá kell tennem, hogy ezek a rendezvények egyfelől általános közösségi akciók adott település részen vagy a városközpontban, illetve vannak közlekedésbiztonsági, illetve bűnmegelőzési programok, ezek egy része intézményen belül, tehát az iskoláknak szólóan, de a település résznek vagy a városmagnak is lesz ilyen rendezvénye. Kik vesznek részt a fórumon? A fórum nyilvános, meghirdettük a projektnek a honlapján a lentiközösség.hu-n, illetve a Facebook oldalon és az Instagramon is. Igazándiból nagy szervező tevékenységet a könyvtáros kollégák végeztek, a könyvtárnak az e-mailes levelező rendszerén keresztül, elsődlegesen civil szervezeteket, önkormányzati intézményeket szólítottak meg. Ahogy látjátok, a résztvevők jelentős száma már gyülekezik. Azt el kell mondanom, hogy a legaktívabbak ebben az esetben mindig a nyugdíjasok. Ők már nagyon sok projektben vagy projektelemben vettek részt. Így valószínűleg, hogy a mostani hozzászólásokban, fórumon is ők fogják vinni a legtöbb, vagy ők fogják adni a legtöbb észrevételt.